teltház előtt nagyszerű hangulatban kezdte a két csapat a rangadót, amelynek első negyedórájában inkább a mezőnyjáték dominált. A 22. percben aztán megszerezte a vezetést a Nyíregyháza, Kesztyűs baloldali beadását Pekár emelte vissza, Dragoner pedig közelről a kapuba fejelte a labdát. A 35. percben megduplázta előnyét a Spari, Pekár gurította vissza a labdát az érkező Csilusnak, akinek 22 méteres lövése Vári lábán megpattanva vágódott a kapubal oldalába. A második félidőt agresszíven kezdte a Kisvárda, aminek az 54. percben meg is lett az eredménye, Olá beadását Ilis tette vissza lövésre, Horváth Zoltán pedig a jobb alsó sarokba bombázott. Mindkét csapat nyílt sisakkal játszott, de újabb gólt a hazaiak szereztek, egy baloldali támadás végén Lukács gurított el Jova mellett, a menten igyekvő Farkasról pedig saját kapujába került a labda. A hátralévő időben mindkét csapat előtt adódott lehetőség, hogy a maga javára fordítsa a mérkőzést, de a helyzetek itt is, ott is kimaradtak, így 2-2-es döntetlennél zárult a megyei rangadó. Egy hektikus mérkőzés volt. Első félidőben a vendégcsapat volt a jobb, a Nyíregyháza. Ott mi nagyon enerváltan futballoztunk lassan, és kaptunk két gólt is hirtelen. Aztán másik félidő szerintem a miénk volt. Így van, lehetett volna, volt fordulópontja a mérkőzésnek több is. Volt olyan időszak, amikor elveszthettük volna a találkozót, viszont volt olyan, amikor megnyerhettük volna. Tehát erre szokták mondani, hogy lehetett volna így is, meg akár másképp is. Én is azt mondom, hogy az X valahol reális, nagyon nagy iramba futballoztak a csapatok, és mondom, tehát első félidő a Nyíregyházai volt, a másik félidő szerintem a miénk, úgyhogy igazából ez a 2-2 az igazságosnak mondható egy megyei rangadón. A vendégek edzője Lucsánszky Tamás szerint reális eredmény született, bár a helyzetek alapján meg kellett volna nyerniük a mérkőzést. Gratulálni szeretnék mind a két csapatnak ebbe a melegbe, emberfeletti iramba futballoztak, azt gondolom. Az első fél időben a rugott gólok alapján, és azt gondolom, hogy a kezünkbe tartottuk a mérkőzést, többször le is zárhattuk volna. Ha rugott gólokat tekintem, akkor igazságos döntetlen született egy fél időt itt, egy fél időt ott. A helyzetek alapján nekünk viszont ezt a mérkőzést többször le kellett volna zárjuk. A forduló további eredményei a következők: Siófok Budaörs 2-1, Csákvár Budafok 1-3, Ceglés Szolnok 3-0, Békés Csaba Vác 1-0, Sopron Grosics Akadémia 2-2, Moson Magyaróvár Kazinc Balcika 0-0, Győr Soroksár 2-0, Zalaegerszeg Dorog 2-1 és MTK Budapest Gyirmót 1-0. A tabella élén a már bajnok MTK áll 75 ponttal, megelőzve a 65 pontos Kisvárdát, az 55 pontos Békés Csabát és az 53 pontos Nyíregyháza Spartakuszt. A Kisvárda szerdán Dorogon lép pályára.